A rendelkezésre álló adatok szerint három vidéki férfi ittas állapotban lefeküdt aludni egy szolnoki pénzintézet előterébe. Ezt észlelte az arra járó két helyi, akik közül az egyik bement az előtérbe, átkutatta az alvó sértett zsebeit, melyből pénztárcát vett magához, a másik alvó mellől pedig szintén tárcát és egy mobiltelefont vett el. A pénztárcában talált bankkártyával ezt követően bűntársa 6 alkalommal, míg egy harmadik társuk, akik időközben csatlakozott a pároshoz, egy alkalommal vásárolt kisebb értékben. A szolnoki nyomozók elemezték a pénzintézet biztonsági kameráinak felvételeit, mely rögzítette a bűncselekmény elkövetését. Személyismeretüknek köszönhetően azonosították a felvételen található feltételezett elkövetőket. A 26 és 28 éves szolnoki férfiakat az egyenruhások elfogták és előállítottak a rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók egy rendbeli információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásbüntet és két rendbeli kifosztásbüntet megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Őrizetbe vételüket követően a két terhelt letartóztatását a bíróság 30 napra elrendelte, míg harmadik társuk szabadlábon videkezhet.